Üdvözlök mindenkit, ez itt az Eblelkész Podcast, én Kovács Viktor vagyok, és ma egy bibliatanulmányok adásban vagyunk együtt. De mielőtt belevágnánk a bibliatanulmányok harmadik évadának hatodik epizódjába, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, iratkozzatok fel az Eblelkész csatornájára minden lehetséges féle is fajta fórumon és platformon, Youtube-on, Spotify-on, Podbean-en, Facebookon, és hogyha Youtube-on feliratkoztok, akkor ne felejtsétek el megkondítani a feliratkozás gomb melletti harangot is, mert így értesültök a legfrissebb adásokról. József történetének, akivel a harmadik évadban foglalkozunk, már a hatodik epizódjában vagyunk együtt, úgyhogy ha esetleg nem láttad az előző ötöt, akkor mindenképpen nézd meg, belinkelem arúra a lejátszási listát, mert így lesz majd értelme ennek a mai epizódnak is. Az előző fejezetben ott hagytuk abba, hogy József börtönben van, és két nagyon fontos rabbal köt kapcsolatot, vagy kerül kapcsolatba, a főpohárnokkal és a fősütőmesternel, akiknek az álmait megfejti, és a főpohárnok, miután az álom beteljesül, azaz három nap múlva, mármint a megfejtéstől számítva, három nap múlva szabadon engedik, ott van a fáraó előtt, és gyakorolja a hivatását. De sajnos a főpohárnok, bár József kifejezetten kért, hogyha visszakerül a fáraóhoz, akkor ugyan emlékezzen már meg róla, mert ő itt igaztalanul senyved a börtönben, de sajnos a főpohárnok elfeledkezik Józsefről. És itt vesszük föl a fonalat egy nagy időbeni ugrással, és a Mózes első könyvének a 41. fejezetét kezdjük már, és a 41. fejezetnek az elsőtől egészen a 36. verséig tart a mai szakaszunk. Nem sporoljuk meg a Bibliából való elolvasást, így hangzik a szöveg. Két esztendő múlva történt, hogy a fáró azt áll Motto, hogy ott áll a Nílus mellett. Ekkor a Nílusból hét szép és kövér tehén jött elő, majd a sás között legelészni kezdett de, de hét másik tehén is előjött utánuk a Nílusból, amelyek rútak és soványak voltak. A Nílus partján odálltak a többi tehén mellé, és a rút és sovány tehenek megették a hét szép és kövér tehenet. Ekkor fölébredt a fáró. Ismét aludt, és más, másodszor azt álmodta, hogy hét kövér és szép kalász nőtt egy száron, de hét sovány és hét keleti széltől kiaszott kalász is kisarjat utánuk. A sovány kalászok elnyelték a hét kövér és telt kalászt, ekkor fölébredt a fáró és rájött, hogy ez csak álom volt. Reggel azonban nyugtalankodni kezdett, ezért összehívta Egyiptom minden jövendőmondóját és minden bölcsét, és a fáró elbeszélte nekik az álmát, de senki sem tudta megfejteni a fáraónak. Ekkor a főpohárnok így szólt a fáraóhoz. Be kell ma vallanom, hogy vétkes vagyok. Amikor a fáró megharagudott szolgáira és őrizetbe vétetett engem és a fősütőmestert a testőrparancsnok házában, álmodtunk valamit ugyanazon az éjszakán én is, meg ő is. Mindegyik álomnak, amit álmodtunk, megvolta a maga jelentése. Volt ott verünk egy héber ifjú a testőparancsnok, a testőrparancsnok szolgája. Elbeszéltük neki álmainkat, és ő megfejtette. Mindegyikünk álmát jól fejtette meg, mert úgy lett, ahogyan megfejtette nekünk, engem visszajeztek a hivatalomba, amaz pedig fölakasztották. Akkor a fáró hivatta Józsefet, és sietve kihozták a tömlőcből. Ő megborotválkozott, ruhát váltott, és bement a fáróhoz. A fáró ezt mondta Józsefnek. Álmodtam valamit, de senki sem tudja megfejteni. Rólad azt hallottam, hogy ha meghalod az álmot, meg tudod fejteni. József így felelt a fáraónak. Nem én, hanem Isten ad megnyugtató választ a fáraónak. A fára itt szólt Józsefhez. Álmomban a Nílus partján álltam. A Nílusból hét kövér és szép tehén jött elő, és legelészni kezdett a sás között. De hét másik tehén is előjött utánuk, amelyek nagyon soványak, rútak és hitványak voltak. Egész Egyiptom földjén nem láttam olyan rútakat, mint ezek. A sovány és rút tehenek azután megették az előbbi hét kövér tehenet bár gyomrukba kerültek, nem lehetett észrevenni, hogy a gyomrukba kerültek, mert a külsejük ugyanolyan rút maradt, mint az előtt. Akkor fölébredtem. Aztán azt láttam álmomban, hogy hét telt és szép kalász nőtt egy száron, de hét száraz sovány és a keleti szélben kiaszott kalász is kisarjat utánuk, és a sovány kalászok elnyelték a hét szép kalást. Elmondtam ezt a jövendőmondóknak, de senki sem tudta megfejteni. Ekkor József így szólt a fáraóhoz. A fáró két álma egy és ugyanaz. Azt jelentette ki Isten a fárónak, hogy mit fog cselekedni. A hét szép tehén hét esztendő, a hét szép kalász is hét esztendő. Az álom egy és ugyanaz. A hét sovány és a rút tehén, amely utánuk jött elő, szintén hét esztendő. A hét üres, a keleti széltől kiaszott kalász, az éjség hét esztendeje lesz. Erről mondtam a fárónak, hogy Isten megmutatta a fárónak, mit fog cselekedni hét esztendő jön, amikor nagy bőség lesz Egyiptom földjén. De az éhínség hét esztendeje következik utánuk, amikor minden bőséget elfelejtenek Egyiptom földjén, és az éhínség fogja emészteni az országot. Nem is fogják tudni, hogy bőség volt az országban az utána következő éhínség miatt, olyan súlyos lesz az. Azért ismétlődött meg kétszer is a fáró álma, mert Isten elhatározta ezt, és hamarosan véghez is viszi az Isten. Most azért szemeljen ki a fára egy értelmes és bölcs embert, és állítsa azt Egyiptom érére. Ezt tegye a fáró, rendeljen az ország fölé felügyelőket, és szedessen ötödött Egyiptom országában a bőség hét esztendejében. Gyűjtsenek össze minden élelmet a következő jó esztendőkben, halmozzák fel a gabonát, és a fáró felügyelete alatt őrizzék az élelmet a városokban mert ez az élelem lesz az ország tartaléka az éhínség hétesztendeiben, amely majd eljön Egyiptomra, és akkor nem pusztul az ország az éhinség idején. Eddig a szakaszunk. Szintén az álmok kerülnek középpontba, a mai szakaszunkban is, ugyanis a fáraó, az egyiptomi király lát két álmot, amelyről ugye később kiderül, hogy egy is ugyanannak az álomnak a két, mondjuk az, hogy illusztrációja, vagy a két verziója, de hát, mint mondtam, időbeni ugrással indulunk, ugyanis két év eltelik, és József még két évet kell, hogy eltöltsön a börtönben. Ugyanis csak amikor a fára ezeket az álmokat látta is, összehívta az összes mindenkit, akinek az lett volna a dolga, hogy az álmokat megfejtse. Az előző epizódra utalva úgy mondanám, hogy az életházának összes szakértőjét meghívta. Hogyha ezt most nem érted, hogy miért mondtam, akkor valószínűleg nem láttad az előző epizódot, úgyhogy oda lent van a link, mindenképpen néz meg. Szóval eljött mindenki, akinek az lett volna a dolga, hogy megfejtse az álmot, de nem tudták a fáró álmát megfejteni. Ezért a főpohárnok, akinek hát most így két év után jutott eszébe ebből az apropóból, hogy hát van egy héber srác benne a börtönben, aki álmokat fejt, hát lehet, hogy az meg tudná fejteni az fárónak az álmát is. Az előző epizódban azt mondtam, hogy az álmoknak nagyon fontos szerepe volt az egyiptomi kultúrában is, hiszen az istenségeknek az egyik fő kommunikációs csatornáját látták benne. Így hát, amikor a fáró gonterhelt lett attól, hogy nem tudja megfejteni senki sem az álmát, az nem véletlen, ugyanis neki, mivel ő úgy érezte, hogy ez az álom üzenet az ő számára, neki ez szerint kellett volna cselekednie, de ha nem tudja, hogy mit jelent, nem tudja dekódolni ezt az álmot, akkor nem tud eszerint cselekedni, és ezzel akár átkot is hozhat, és itt van a lényeg, nem csak a saját fejére, hiszen ő egy uralkodó, hanem az egész országra is. És amint majd látni fogjuk a megfejtésből, hát ez valóban így történt volna, hogyha nincs ott József. Szóval előhívják Józsefet a börtönből, és nagyon érdekesek azok a körülmények, ahogyan ő a fáró elé kerül. 14. versben azt olvassuk, hogy sietve kihozták Józsefet a tömlöcből. És amikor ezt a tömlöc kifejezést itt látjuk, aminek az eredeti Héber kifejezése a bor, akkor itt ugyanazzal a szóval találkozunk, amivel az igénk leírja például azt a mélységet, gödröt, lyukat, hogyha úgy tetszik, ami a kiszáradt kút volt, amiben Józsefet bedobták a testvérei. Tulajdonképpen itt az igé, ige az jelzi azt, hogy itt legalább akkora horderejű változásról lesz szó, ahogy kijön ebből a jogból, vagy a földalól, hogyha úgy tetszik, mint amikor kihúzták a kereskedők Józsefet a kiszáradt kutból, és aztán rabszolgaként került át Egyiptomba. És azt is olvassuk, is ez szintén alátámasztja a történetünknek az egyiptomi kultúrába való beágyazottságát, tehát hogy valóban ez Egyiptomban történt, ez a történet is így történt, ezt is bizonyítja a következő a a 15. vers, amelyben azt olvassuk, hogy megborotválkozott József, és feltetnék a kérdést az, hogy most azon túlmenően, hogy egy király szín nem lehet akárhogy odalépni, és nyilván adtak rá valami rendes ruhát, vagy ilyesmi, de hogy miért tartotta fontosnak a Szentíró azt, hogy aláhúzza azt, hogy meg is lett borotválkozva, nem csak mondjuk azt írt, hogy előkészítették, vagy nem tudom én, rendbehozták, vagy akármi, hanem megborotválkozott. És ez azért fontos, mert hogy bár József Héber volt, és ezt ugye zsidó volt, tehát ezt, és ezt ki is mondta a főpuhárnok, hogy ő az, de mégis az egyiptomiaknak volt egy ilyen felsőbbrendűségi komplexusa ott a környéken, aminek némi alapja azért volt, hiszen a környék legnagyobb és legerősebb birodalmáról volt szó, és elvárták azt, hogy az ő nekik szolgálat teljesítők, azok felvegyék azokat a szokásokat, és adott esetben azt a küllemet is, ami egy egyiptomit jellemez, és az egyiptomiaknál tudjuk nagyon jól az, hogy a borotválkozás, mégpedig nem csak az arcnak a borotválkozása a férfiaknál, hogy a teljesen leborotvált fej, mind a férfiak, mind a nők esetében, ez volt tulajdonképpen az egyiptomi szokás, vagy hogy úgy tetszik, hogy divat, főleg minél magasabban volt valaki a társadalmi ranglétrán, annál fontosabb volt erre odafigyelnie, hogy teljesen borotvált legyen a feje, férfiak és nők is vagy kopaszon mászkáltak, vagy pedig parókát hordtak, mind a férfiak és mind a nők. Itt hát Józsefből tulajdonképpen küllemre legalábbis egyiptomit csináltak, és úgy vitték a fáró elé. És ennek a megfelelőségnek a másik jel az pedig a ruha volt, az, hogy kapott egy ruhát. És szintén visszautalva az előző epizódokra, egyrészt az Isten áldása és kommunikációja, másrészt pedig a ruháknak a nagyon fontos szerepe, az, ami ennekben a történetben jelzi a mérföldköveket. És itt természetesen nem arról van szó, hogy mondjuk ez a József történet azt akarja aláhúzni, hogy a ruha teszi az embert, nyilván nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ha megjelenik valahol a ruha, akkor ott mindig valamilyen fordulópont van, ha eddig még maga a börtönből való felhozásnak a, a, a szava, vagy hát a börtönnek a szava az a lyuk, ami ugyanaz, mint a kút, ha ez eddig nem lett volna elég jelzés a számunkra, vagy a történet mindenkori hallgatói, olvasói számára, hát akkor most ez a ruhaadás, ez mindenképpen az. Hiszen magát az egész konfliktust a történetnek az elején az indított el, hogy József kapott egy ruhát az apjától, aztán azért került börtönbe, mert valaki leszakította róla a ruháját, ugye Potifárnak a felesége, és most ruhát kap a fáraótól, mikor a színe elé lép, és majd még lesz még egy ruhás sztorink a József történetben. És hát József megfejti a fáraónak az álmait, amely tulajdonképpen azt írja le, hogy lesz hétbő esztendő, konjunktúra, hogyha úgy tetszik, bőterméssel minden oké, okay, szuper, és utána lesz pedig hét szűk esztendő, azaz hét olyan éhínséggel sújtott, valószínűleg valamilyen természeti csapásnak a mentén, valószínűleg a különben, hiszen az egyiptomi mezőgazdaság az a Nílusnak az áradásától, kiöntésétől függött, tehát elképzelhető, hogy egy, a Nílus forrásvidékén lévő asszály az, amely okozhatta ezt a éhínséget. És hát József megfejti ezt az álmot, pontosabban nem ő fejti meg, és tulajdonképpen itt van a történetnek a lényege, hanem újra és újra, szinte zavaró szóismétlésekkel utal arra, hogy az Isten fejti meg az álmot, ő csak ennek a megfejtésnek a, mondjuk azt, hogy a csatornája, vagy a közvetítője, vagy futárja, hogyha úgy tetszik. És nem csupán megfejti az álmot, azt, azt a két álmot, amelyek ugyanazt jelentik, megint előjön a duplázása a, a történetünkben, ami szintén fontos szerepet játszik, főleg az álmoknak a tekintetében. Józsefnek is két álma volt, a fősütőmester és a főpárnok is, ugye mindegyikük egyet-egyet álmodik, de egyszerre, most pedig a fáró álmodik egy éjszak alatt kétszer, és mindkettőnek a megfejtése ugyanaz, és József mondja is, hogy azért álmodta ezt kétszer, mert így akarta az Isten aláhúzni azokat a történéseket, amik meg fognak történni az elkövetkezendő 14 évben. De József nem csupán megfejti, pontosan, nem csupán átadja a megfejtést a fáraónak, hanem bizony, megoldási javaslatot is tesz arra, hogy hogyan kellene ezt a helyzetet kezelni, még pedig úgy, hogy ötödöt kell szedni a hétbő esztendőben, az amikor fölösleg van, akkor ezt a fölösleget ezt eltenni és elraktározni, hogy amikor majd hét szűk esztendő lesz, asszály lesz, nem lesz élelem, akkor ez legyen a tartaléka a népnek. Így hát József megfejtve a fárónak az álmait, kikerült a börtönből, abból a nehéz helyzetből, Amiben volt, immár évek óta, nem tudjuk, hogy milyen hosszú idő óta, de biztos több mint két év, hogy ott volt a, a királyi foglyoknak a börtönében, de most innen kikerült, és úgy tűnik, hogy Józsefet semmi sem állíthatja meg abban, hogy az Isten áldásának a szelét befogva a vitorlájába, hogy ilyen képpel éljek, tovább emelkedjen a mélységből, és eljusson egy olyan pozícióba, ahol az Isten tervében ő nagyon fontos szerepet tud majd betölteni. Ennyit mára, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, ha eddig még nem láttátok az előző epizódokat, mindenképpen nézzétek meg, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozzunk legközelebb. Sziasztok!